Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Hopipolának a legújabb videójában. Péntek van, és megyünk a közgazdász táborba, amit a MOL szervez. Tartsatok velem! Pénteki első előadó Szűcs Izabella volt, aki a nagyvállalati botrányok jogi vetületeit a 21. században mutatta be gyakorlati példák által. És utána meg várom a kérdéseket és esetleges ötleteket, hogy hogyan lehet ezt a jogi szemszögből kezelni. A pénteki második előadó Szűcs Endre volt, aki arról beszélt, hogy milyen fiatalon vállalkozni, illetve milyen előnyei és hátrányai vannak a vállalkozói létnek, illetve későbbiekben erről kérdeztem, valamint arról, hogy hogyan képzeli el a jövő közgazdászát. Jövő közgazdásza... Nem egy könnyű kérdéssel kezdünk azért. Ugye itt vagyunk a MOL táborban, és egész hétvégén több előadó is arról beszélt, meg többek között én is, hogy ugye folyamatosan változó világban élünk. Ez a technológiai fejlődéssel gyakorlatilag ez a változás szinte exponenciális ritmusban, ütemben zajlik. Úgyhogy a jövő közgazdásza minimum egy olyan személy kell legyen, aki ezeket a változásokat tudja adaptálni, ezekhez a változásokhoz tud komfort, tud hasonulni, hozzá tud idomulni, és nyilván az új információkból és az új körülményekből meg tudja hozni azokat a gazdasági, azokat a szakmai döntéseket, ami őt, illetve a szakmájában jó szakemberi teszi. Ugyan nagyon sokfajta közgazdásszal találkozhatunk most a MOL táborban. Voltak azok, akik ezek a reál közgazdászok, inkább akik a pénz, illetve a pénzügyi politikával kapcsolatosan mutattak be dolgokat, és voltak azok, akik egy kicsit inkább ilyen humán, ember közeli vonulatát mutatták meg a közgazdaságtannak. Te hogy gondolod, hogy a jövő közgazdásza, akiről beszélgettünk, az milyen skillekkel kell szerinted rendelkezzen? Hát a közgazdaságtudomány az valahol átmenet a reál, illetve a humán a tudományok között, ugye egy társadalomtudományi szakmáról beszéltünk, úgyhogy egy jó közgazdász és a jövő közgazdásza az egyre inkább kell értsen a technológiához, és pont én beszélgettem az egyik szakkollégium igazgatójával, és mondta, hogy az elmúlt 10 évben mennyit változott a szakmai portfólió egy szakkollégiumnak. Míg régen különböző elméleti gazdasági előadásokra voltak kíváncsiak a mindenkori szakkollégisták, addig a mostani szakkollégiumi előadásoknak a nagy része adatellemzés, gazdaságfilozófia, erkölcstan, tehát hogy egyik részről elment a matematika irányába, amikor hatalmas számokat, big data-t föl kell dolgozni, meg kell érteni, és ezekről a trendekből ki kell rajzolni valami irányt. Másik részről meg elment pont a humán oldalára, tehát több a filozófia, több az a rész benne, ami úgymond a lelkét adja egy társadalomnak, és ugye a közgazdaságtudomány az egy társadalmi szakma, úgyhogy nem lehet a humán verzióját sem elbagatelizálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a disruptív környezetben, gazdaságban élünk. Ez is valamilyen szempontból egy ilyen disruptív helyzet, hogy egyik részről megyünk el a matematika irányába, másik részről meg úgy szétválik a szakma, és valahol mégiscsak együtt mozog. Te milyen munkaerőt, ugye mint cégtulajdonos, milyen számodra az ideális munkavállaló? Mi az, amit mindig megfigyelsz, mindig amit mondjuk elvársz egy munkavállalótól, amikor munkát adsz neki? Szerintem egyik legfontosabb az, hogy becsületes legyen az, aki kivel dolgozol, mert hogyha becsületes veled, illetve önmagával szemben is vannak elvárásai, akkor fog teljesíteni
abban a feladatban, amit éppen rábízunk. Ez a legfontosabb, illetve a másik dolog az, hogy valaki ne csak becsületes legyen meg az kellő ambíciója, motivációja, hogy akarjon is teljesíteni, mert hogyha nincs az benne az akarat és nincsen teljesítmény, akkor nyilván nem lehet hosszú távon együttműködni senkivel. Ugye egész előadásodnak az volt a célja, hogy a fiatalokat arra bátorítsad, hogy merjenek vállalkozni, hiszen nagyon sok forrás van már az Európai Unióban és az országban is erre. Mit gondolsz, melyek azok a tényezők ezek mellett, amik még elő tudják segíteni azt, hogy valaki egy sikeres vállalkozó legyen? Te alapjáraton nem az volt a célom, hogy elsősorban, hogy mindenkit arra ösztönözzek, hogy vállalkozzak, hanem az volt a célom, és ezt ki is mondtam már az elején, hogy az, aki abban gondolkodik, hogy esetleg ezt az utat válassza, az bátorítsam arra, hogy ezt megtegye, és az, aki nem erre hivatott, az meg ne tegye meg. És ezért én az előadásomban arról beszéltem, hogy mit jelent a vállalkozói környezet, és ennek minden aspektusát kibontakoztattam a makrokörnyezettől, a fiskalitáson keresztül, a különböző támogatási rendszerekben, és valóban volt egy ilyen gondolatom, és ezt hangsúlyoztam, hogy azok a generációk, a mostani egyetemisták, illetve akik most végeznek és elindulnak a karrierjük útján, ez egy nagyon szerencsés generáció. Mi is egy szerencsés generáció vagyunk, mondjuk a szüleinkhez viszonyítva, vagy esetleg a nagyszüleinkhez viszonyítva, pláne amikor még háborúk volt, a kommunizmus és sorolhatnám. De mostani generációk annál fogva is szerencsésebbek, hiszen információ bárki számára elérhető, de és az információ és a tudás megszerzése viszont nagyon sok olyan forrás van, ami azt teszi lehetővé egy fiatalnak, egy kezdő vállalkozónak, hogy ne a saját tőkét kockáztassa az első rögös út, az első lépéseknél, hanem mondjuk egy olyan, olyan állami, Európai Uniós forrást, amely nem a saját tőkéből, nem a család tőkéből van, és hogyha tehetséges és sikeres, akkor el tud indulni, majd a későbbiekben nyilván akkor működik egy üzlet, hogyha saját tud hozott értéket teremteni, és ezáltal bevételt tud generálni, és abból a bevételből meg nyilván gyarapodni a későbbiekben. Úgyhogy ez a generáció mindenképpen egy szerencsés generáció, meg tudja szerezni könnyelén a tudást és széles körű tudást, paletta gyakorlatilag a palettánk mindkét oldaláról, és azt a tudást, hogyha van benne egy kis akarat, akkor meg is tudja különböző támogatások, vagy más külső forrásokból ezt finanszírozni is. A pénteki utolsó előadást Kálani Emmanuel tartotta, ami elsősorban az okos kutyukról szólt, illetve a különböző értékesítési csatornákról. Későbbiekben a jövő marketingeséről kérdeztem. Te, mint marketinges, hogy látod a marketingnek a jövőjét? Erről ugye tényleg pedig hosszan beszéltél. Milyen szerepet fog betölteni az ember a jövőben? Mind marketinges, egy vállalkozás? Igen. Gyakorlatilag ezt kérdezed. Aha. Jó, hát én személy szerint azt gondolom, hogy egyre inkább egy olyan marketingesre van szükség, amelyik nem feladatokat végrehajt elsősorban, mert ezt a számítógép már egyre jobban meg tudja csinálni, hanem inkább egy olyan marketingesre van szükség, aki megmondja, hogy mi a feladat. Legjobb esetben stratégiázik, legjobb esetben valamilyen perspektívis rálátása van a piacra, arra, hogy a cég hova szeretne jutni. Szóval gyakorlatilag komplexebb problémákat old meg. Ez egy picit egyébként nehéz dolog, mert az, aki a pályáját el akarja kezdeni, az nem fog tudni elsősorban ezen a szinten kezdeni. De úgy biztos ki fog alakulni a társadalomnak az a réteg, vagy az a szint, amikor, ahol be lehet lépni. Én ahogyan régen beléptem az ilyen robotmunka gyakorlatilag, szóval ezek voltak az első pontok. Régebben a számítógép nem tudta annyi mindent kiszámolni, mint most. Most már sokkal automatább, és ő hoz meg döntéseket helyettem. Ha visszatekintek arra, hogy mi volt 7-8 évvel ezelőtt, akkor azt látom, hogy egy adott munkát, hogyha régebb egy óra volt megcsinálni, akkor az biztos, hogy most egy olyan 20 perc alatt meg tudom csinálni. Gyakorlatilag azért, mert hogy nem én csinálom, hanem a számítógép a munkának egy nagy részét. Ezt már nem is tudom többnyire kiszámlázni az ügyfélnek, ezt a 40 percet, nem is akarom. Én inkább azzal töltöm azt a 40 percet, hogy azt csináljam, amit abban a 20 percben, szóval hozzáadott értéket tudjak adni a sztorihoz. Számítógépet gyakorlatilag csak beállítom, hogy megcsinál mindent.
akkor véleményed szerint egy, mit tudom én mondjuk, aki 10 év múlva lesz marketinges, az milyen skill-ekkel kell rendelkezzen mindenképpen, hogy a piacon versenyképes tudjon maradni? Én azt gondolom, hogy alapvetően azzal a skill-ekkel kell rendelkezni, amit nagyon sokat hallunk, hogy rugalmasság, gyors tanulékonyság, empátia. Marketingesnek nagyon fontos az empátia. Nagyon fontos az, hogy lássa reálisan azt, amit ő csinál a társadalomban azáltal, hogy hirdet, vagy azáltal, hogy kampányokat rak össze. Én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb készsége, ha ez készség, egyébként nem, a kíváncsiság. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy legyen mindig kíváncsi, érdeklődő, és ez lesz a jó marketingesnek az attitűdje. Szeressen bele, szeressen megtanulni új dolgokat, szeressen megérteni új dolgokat, rendszereket, viselkedési mintákat, bármi ismit. Szóval ugye a marketinges ez a technológia segítségével kell valamilyen fajta terméket vagy szolgáltatást előállítson. De ő mégsem informatikus, hanem ő gyakorlatilag emberi fejjel kell, vagy a technológián keresztül kell valami emberit gyártson. Mennyire gondolod azt, hogy nagyon, tehát hogy az ilyen alapvető programoknak, szemtekéves programoknak az ismerete elő fogja ezt mozdítani? Jó, értem, mit értesz termékek és szolgáltatások alatt, de alapvetően ő nem ezeket előállítja, hanem értékesíti, de te inkább szerintem azt érted ugye termékek szolgáltatások alatt, hogy egy terméknek tekintesz például egy utcai bannert. Igen, pont, igen. Aha, én személy szerint azt gondolom, hogy ehhez ő nagyon, vagy legalábbis alapszinten kell értsen, nem kell nagyon jól értse ezeket a folyamatokat. Nem szabad, egy marketinges sose eljusson oda, hogy ő már nem marketinget csinál, hanem megvalósít, tervez. Uh-huh. Egy jó marketing csapatban vannak olyan emberek, akik képesek nagyon jó kreatívokat, nagyon vizuális anyagokat csinálni, nagyon jó kontentet rakni melléje, nagyon jó videót rakni melléje, nagyon jó social kommunikációt rakni melléje, nagyon jó pay-per-click-nek hívják, fizetett hirdetéseket, nagyon jó SEO-t, és még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy a marketingesnek a feladata az, hogy ezeket az embereket, mint csapat összefogja, és megmutassa nekik, hogy arra kell menni, és meglegyen arról győződve, hogy arra kell menni, mert az a dolog, amit csinálnak, az úgy fog hatni az értékesítésre, hogy ő azért kell értsem ezeket a folyamatokat felületesen legalább, hogy tudjon szót érteni mindenkivel, mert hogy mindenki különböző nyelvet beszél. Amikor egy ilyen csapat összeül, akkor a kontentes azt fogja megkérdezni, hogy jó, de ha bejön egy nyitó oldalra, egy landing page-re az ember, akkor mi az az információ, mi az a szöveg, amivel megfoghatom? Ezt a designer nem érdekli. A designer egy dolog érdekli csak. Amikor bejön, milyen vizuális hatást váltsak ki belőle. Max még a kettőjük munkája annyiban összefügg, hogy megkérdezi a designer a kontentest, hogy hova rakjam be a szövegdobozokat. Bocsánat, nem hova, mekkora szövegdobozokat rakjak be. A designer megmondja, hogy hova, a kontentes megmondja, hogy mennyit, és akkor az alapján pedig a designer dolgozik. Neked marketingesként csak annyi a dolgot, hogy azt mond, hogy kontentes ül le a designerrel, ezt a kérdést beszéld meg, és amikor jöztök a válaszsal, akkor hozzám, akkor nézzük meg, hogy az abba a kampányba, abba a marketing stratégiába beleillik-e. Tehát gyakorlatilag ezért kell ismered az ég feladataikat, hogy tudd azt, hogy folyamatok hol akadnak el, mit kell segíts előre lőki. De neked ennél fontosabb, vagy nem fontosabb, ennél másabb feladatod van, az, hogy maga vizionálisan tud előrevinni a projektet, meg tud tervezni a kampányt, és meg tud valósítani gyakorlatilag, meg utána mérni. Egy marketinges, ez nagyon sok ilyen szertágazó dologgal, ugye mondtuk, hogy kell ilyen technológiai, kell tudja a technológiát használni, kell tudjon az előbb említettel ezt az emberekkel szót érteni, tehát hogy is mondjam, a marketingnek annak kell legyen egy nagyon nagy ilyen pszichológiai vonzata. Kell tudjad, hogy csinált, hogy azt az adott hatást válts ki. Szerinted ez tanulható, vagy erre így, hogy lehet ezt minél jobban, minél nagyobb nagy hatékonysággal elsajátítani, úgy, hogy mondjuk nem csak a hagyományos ilyen könyvbeli. Oké, én azt gondolom, hogy az alapdolgok azok nagyon jól tanulhatók, de hogy nagyon sok minden az teszt és implementálás kérdése. Szóval ha a legtöbbször marketing témában esett tanulmányok, azok a külföldi esett tanulmányok, nem biztos, hogy működnek itthon. Gyakorlatilag ki kell próbálni, nem jó ezeket az esett tanulmányokat olvasni, és ezekből tanulni, inspirálódni, mert az ember amikor kell ötleteljen, akkor több
minta van akár már a fejében, amit előhúzhat, vagy több szabály, amit előhúzhat, és azt mondja, hogy nézzük meg, hogy ez működik-e vagy nem. Hát igen, valahol a marketing az szól a pszichológiáról, de ugyanúgy szól egyébként a matematikáról is. Mindenki azt hiszi, hogy a marketinges az, aki egész nap álmodik és babzsákon laptopozik, csílezik, bulizik, és akkor kitalál valamilyen totál jó marketing kampányt vagy ötletet. Én azt gondolom, hogy a marketinges egyébként nem csak ez a humánus ember, hanem egy nagyon kemény, reális, reál gondolkodású, analitikai gondolkodású ember. Úgy egy embernek az egyvelege gyakorlatilag, vagy tudásoknak az egyvelege az az ember, aki egy jó marketinges. Lehet valakiről tudni szerinted, hogy jó marketinges lesz-e? Uh-huh. Engem egy dolog foglalkoztatott mindig, hogyha kollégákról vagy bármilyesmiről beszéltem, hogy azt lássam, hogy keresi a kihívást. Uh-huh. Szóval, hogyha azt láttam, hogy megszólítja a szakma. Tehát ez körülbelül olyan, hogy ez is egy hivatás. Hiába kezdesz el te dolgozni ebben a szakmában, hogyha egyszerűen nem érzed az ízét, akkor pénzé fogsz ott maradni, és nem azt mondom, hogy nem fogod tudni jól csinálni, de nagyon nehéz lesz az, hogy kiemelkedő legyél benne. Inkább az a kérdés, hogy ez a szakma téged megszólított, és azt pedig érzed. Reggel szívesen mész be dolgozni, várod, hogy milyen új dolgokat tudsz csinálni, te saját magad keresed a kihívásokat, te keresed azokat a pontokat, ahol jobb tudsz lenni a folyamat, jobb tud lenni a cég, jobb tud lenni a kommunikáció. Hogyha ilyen ember vagy, akkor tudsz szerintem jó marketinges lenni. Szóval gyakorlatilag a szakma kell megszólítsa, pont akár, uh-huh, mint egy hölgynél, hogy ő is, hogyha szimpatikus számodra, akkor mész és udvarolsz, de hogyha nem szimpatikus számodra, akkor ugye elmegy a kedved tőle. Uh-huh. De ennyit. Ugyanerről szól ez a szakma is. Vagy azt gondolom más szakmák is egyébként. A péntek estét pub quizzel zártuk, ami egy csoportos játék volt, és nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Hát így nézett ki a MOL tábor első napja. Nagyon nagy élmény volt, sok új embert ismertem meg. Neked csak most egy dolgod van. Iratkozz fel a csatornára, és kövesd a Hopi Palát Instagramon. Köszönjük, hogy megnézted a videót!